A privatizáció időszerű ebben az ágazatban, itt a Baromfi ágazatra gondolok természetesen, ez nem tartható állami kézben. Meggyőződésem, hogy azoknak, akik ebben az ágazatban dolgoznak, jobb dolguk lesz, mint korábban, vagy most az állami tulajdon területén. Másik meg nekem föltett szándékom, hogy azért a privatizációs kikötések között olyanok is szerepeljenek, hogy az emberek, akik itt Vábolnát naggyá tették évtizedek alatt, hát azok azért lehetőleg ne rövidüljenek meg, olyan mértékben, mint ahogy eddig esetleg megrövidültek. Meglepődtem és szégyellem is magam egy kicsit, ahogy megnéztem az itt élő fizikai dolgozóknak a keresetét. Szóval ez úgy érzem, hogy szinte szégyen. Tehát ezen változtatni kell. Nyilván ehhez pénzre van szükség, és a teljesítményeket növelni kell. Én azt tudom mondani, hogy talán, ha azt nézzük, hogy az állam rossz gazda, ennek ez is az egyik bizonyítéka, hogy nem becsüli meg kellőképpen a saját dolgozóit. Tehát ezért kell privát kézbe adni, mert a magántulajdon felhajtó ereje rákényszeríti a tulajdonosokat arra, hogy jobban megfizessék a dolgozóikat, mert különben nem tudnak versenyképes termékeket előállítani a piacon. Én bízom benne, hogy azok a dolgozók, akik ismét mondom, hogy naggyá tették Vábolnát annak idején, mert ahhoz nem volt elég burgert, ahhoz itt emberekre volt szükség, akik itt megcsinálták azokat a gondolatokat, amelyeket ő számukra előterjesztett. Én úgy érzem, hogy ezeknek a sorsára nagyobb odafigyelést kell biztos. Különben nem fog menni a Verkli. Ha erre valaki nem figyel ide, mint magántulajdonos, akkor becsukhatja a boltot. Az állam, kérem szépen, nem jó gazda. Majdnem 30 évig vezettem állami gazdaságot. Ha valaki a saját bőrén tapasztalt, akkor én ezt a saját bőrömön tapasztaltam. És ez meggyőződésem, ez a nézet kifejlődött bennem. Hozzáteszem, viszont jó privatizációra van szükség. Nem olyanra, aki megveszi, utána bezárja, vagy lecsupaszítja, vagy nem tudja korszerűsíteni. Szóval azért erre szeretnénk odafigyelni. Fontos, hogy Vábolna megfelelő kapcsolatot tartson azokkal az önkormányzatokkal, amelyek a területére esnek, és itt nem csupán Vábolnáról van szó, hanem más önkormányzatokról is. Hát azt hiszem, talán nem túlzás azt mondani, hogy a Vábolnai önkormányzattal jók a kapcsolataink. Mondhatnám azt is, hogy rendszeres kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal, és itt egy csomó olyan operatív dologban is együttműködünk, amelyet hát közösen kell megoldani.